Egy autó, két autó, három autó. Akkor amikor zöld lesz a gyalogosnak is zöld lesz? Igen, de most figyeld, mert most fog megkapni, mert is az egyes, látod? Attól függ, milyen sebességgel jönnek. Négy-öt autó, igen. Visszanézem. És kettő. Még egyszer néz vissza. Most ugye jó, hogy nem működnek a lámpák, mert most nem kell vele foglalkoznom. Látod? Neked van megint elsőbséged. És most úgyis ti ott hátul ültök. Nézd meg, Kinga. Itt nincs tábla, de ott viszont van. Ott a stop tábla. Jelez ki. És hogyha te onnan jönnél, akkor a tábla navigál. És vissza? Aha, majd igen. De most muszáj voltál átmenni ugye az áronon, az most az elzárt részen, gyere jobbra, mert ugye csináltuk ide egy fizikai akadályt. Ilyenkor, ha belefér az időbe, jelez is, légy szíves. Na és akkor ott lesz neki. Nagyon uncsi ott hátul? Szólja, odaülök hátul közébe. Aztán lenyomunk addig egy sapartot. Ma mindenki olyan szomorú. Én azt hittem, hogy én leszek itt összeesve. Ez közben már kibeszélted magad. Ja. Na most, ha nagyon rendes gyerek vagyok, ha valakit zavar a másik, szóljatok, és kitesszük a másik kettőt. Azt akartam mondani, hogy szokjátok a rendszert, mert ugye amikor a vizsga biztos beül, akkor már egy kicsit olyan megszokott lesz, hogy valaki udat hátul, tudjátok. Hát meg, ha meg lesz a jogsúly, akkor mindenki fogaróznunk kell. Ugye? Visztek majd engem ide-oda, nem? Egyenes. Egyenes. És ha véletlenül valahol iszok valamit, akkor majd szólok, hogy hazavinnétek. Félelmetes, hogy mennyire nincs forgalom. Észrevetted? Ja, olyan fura. Mint vasárnap hihetetlen. Délután, komolyan mondom. Kanyarodj majd balra. Egy-két tanulókocsi lézeng, nem? Nézz oldalra. Vagy ez a hirtelen ez a füllet meleg, tudod, inkább úgy vannak vele, hogy maradnak otthon. Család itt mindenki fölvette, mehetnénk. Ja. Hogy már is költötte. Nem vetted észre, hogy átváltott? Nem. Semmi baj. Kettő. Csak lazán. Pont beszéltük tegnap, ugye, hogy sikerült a srácnak a vizsga, hogy az, hogy itt vezettek, meg bennül a vizsgáztató, meg vagy így jogsi, úgy jogsi, utána lesz a kemény gyerekek. Így van? Igen. Amikor majd először mész a gerbe, nem, Kinga? Hát, jó. Balra kanyarodj. Szép volt az a pillanatás. Még egy kicsit a kormányzás bizonytalan volt. Igen, messze vagy a valós, ugye? Segítesz neki, ne ijesz rá, pici félkuklunk. Most van az is. Egy nagyon pici tanács, megy a hármas. Már egyre jobb vagy, amúgy kezdett kiküszöbölni, mert neked mindig az volt a szokás, hogy bal kanyarnál beestél a felezőre. Igen. Most nem esel a felezőre, de még mindig az út és bal oldalára érkezel, tehát a saját oldalad bal oldalára, remélem értem. Jól csinálod, hogy megfogtál egy szöget, húztál egy kettest, de ne ennyit fog, csak ennyi szöget. Jó, és utána kevesebbet. Mondjuk. Kevesebbet, igen. Egy olyan 5-10, inkább 20 fokkal kevesebbet, mert mindig egy picit túl kormányzod. És látom, hogy te nem győzöd visszakapni, ugye? Ezek a tegnapi szúnyog csípések. Már kettes, nem is kísérletezünk. Főleg, hogy ő jelez, meg fékez, ugye? Megnézed a gyalogosokat először, és utána megnézzük, hogy ki jelez, ki nem jelez. Legyél kuklunk észrevétve, ugye? Mehetsz talán, igen, pontra fértél. Egyenes irányba elmegyük, jó?
nagyon trükkös, hogy onnan jönnek, ugye? Nem látod a csíkos háztól. Egyébként ugye szóltam most a Kingának, de képzeld el Ákos, hogy gondolkodtam rajta, hogy leviszlek meleteket Szegnédre, hogy a Niki egy kicsit próbálja ki azt is. Nem tudom, hogy örült volna neki, vagy sem. Ennyi? Nem voltam még ott, szóval. Ennyi? De mondom, lehet, hogy te meguntad volna, nem? Sok gyalogos, sok biciklis. Ettünk volna egy lángost a Tesco-ba. Nagyon jó a kínai. Megkerestem már a régi oktatót. Igen. Mutattuk be neki. Azt nem, mi valószínűleg láttuk valók közben, vagy szegényben. Biztos. Nem tudom, hogy egy gyűs lehet, de minden évben nyugdíjba megyek. Megteszed, hogy behúzod a kéziféket? Üres kézifék? Jaj, sokat ne húzz. Csak hogy pont ne guruljon vissza. 3-ig jó egyébként. Mehet az egyes, mert villog a gyalogos lámpa. Látjátok? Megkeresed a fogáspontot mindjárt. Igen. És zöldnél engedett. Nagyon jó. Tartod. Érzitek a klímát, hogy visszafogja? Ugye? Ha zavaró szóljatok, leveszem egyébként. Nézd vissza mindig a gyalogosra. Hát meg azért négyen ülünk benne, tudjátok. Én is ettem egy jó kis pörköltet ebédre. Nem kellett volna? Hát lehet. Nagyon egészséges volt. Ilyen melegítős pörkölt. Tudod? Nem, ez a... Nem szoktunk ilyet, tényleg nagyon ritka. Ugye a feleségem tegnap nagyon későig dolgozott, 6-ig, aztán meg vitte a lányomat az unoka tesójával nagynénémhez nyaralni, és ő vezetett, és 9:30-10-re értek haza. És mivel így este nem főzött, így ma nem maradt ebéd, értitek. Úgyhogy ma ilyen, vagy minek nevezik ezt, ilyen előcsomagolt ebéd volt, hogy nem tudom. Néha belefér. Szerintem van olyan egészséges, mint a McDonald's-nál. Hát jó. Nem sokat ettem. Gyalogos nem volt. Ez az átjáró nehéz egy picit. Itt annyira nehezen lehet észrevenni a gyalogosokat, főleg ha jobbról feljönnek, látjátok? Benézel, de húzod közben a vonal mentén. Ne engedd ki az autót, ne engedd ki. Húzod ide. Nem húztad ki. Tehát elfogyott a kerékpársáv. Értitek? És ilyenkor látszik, hogy foglalkoztam veletek, vagy sem, hogyha azonnal követed az útvonal vezetését, jön egyenes irányba. Jó? Kanyarodj jobbra. Ugye, mert általános jobbra tartás van. Látod? Kettő. Kisebb kezd. Én most komolyan mondom, nézd a kezem. Ennyiből jöttem volna ki. Tudod miért? Mert te nem tetted az ívre, és nem győztél így dolgozni vele. Jó? Oké? Megy a hármas. Figyeljetek, mind a hárman vagy, hányan vagytok. Tehát tedd az ívre, amelyre megy az út. Te most nézd meg, hogy jön-e valami a hévátjáról. A többieknek meg mutatom, hogy itt kellene rátenni az ívre. Látjátok? Itt, a fű mentén. És akkor nem kell ilyen szögletesen jobbra kanyarodni. Remélem értitek, mert kifárasztjátok magatokat ezzel a szögletes ívvel, nem beszélve róla, hogy nem is szép. Így van? És van egy veszélye is. Ki tudja megmondani, mi a veszélye, ha jobbra nem kisírbe kanyarodsz, hanem hagysz magad helyett, magad mellett helyett.
mi annak a szembe jövőbe.